tudjuk, hogy jövőnknek még sokkal tartozunk. Igazságot kell tennünk. Jön az új világ! Jön a jobbkor! A halál jelen alul hirdetjük, hogy jön a győzelem! De addig, míg az kezünkben nincs, számunkra nincs, és nem lehet más gondolat, nem lehet más akarás, nem lehet más törvény, csak egy, a harc! Az a hazug világ, Júda szellemisége telepített közénk becsületes magyarok közé, halálra van ítélve! A Nyilaskeresztes párt novemberi nagy tanácsülését a Hűség házában tartotta meg. Gera József doktor, a pártépítés országos vezetője hatalmas beszédben vázolta a tisztségviselőknek azokat a feladatokat, amelyek a hatalom átvétel után a pártra és annak vezetőire várnak. A jelen a legfontosabb feladataként a háború minden áron való megnyerését, és ezzel párhuzamosan a társadalmi, föld, munka, valamint a nép és család békéjének a megteremtését jelölte meg. Hungarista est a Magyar Művelődés házában. Megkezdték a zsidó irodalmi termékek megsemmisítését. Balázs Béla, Pródi Sándor, Füst Milán, Gábor Andor, Hatvani Lajos, Ignotus Pál, Lengyel Menyhért, Lukács György, Osváth Ernő, Molnár Ferenc, Somjó Zoltán, Szabó Ervin, Szép Ernő, Szomori Dezső, Zsolt Béla. Ehrenburg, Feitwanger, Freud, Kis, Lassalle, Moroa, Marx, Berfel, Zweig. Vitéz kolozsvári Borcsa Mihály államtitkár, a sajtóügyek kormánybiztosa dobta az első könyveket az úzóra. Angelo Rotta, apostoli nuncius levele Sztójaihoz, 1944. május 15-én. Indítatva érzem magamat arra, hogy ezt a tiltakozó jegyzéket előterjesszem. A puszta tény, hogy embereket egyedül faji eredetük miatt üldöznek, a természeti jog megsértését jelenti. Kötelességemet teljesítve tájékoztattam a Szentszéket arról, ami Magyarországon történik. És fel kell világosítanom majd a deportációs intézkedésekről is. Angelo Rotta, apostoli nuncius, vatikáni követ.